százalék mellett. Továbbra is 57,4 és
polgármester N1 TV élőben, Facebook élő. Mi az első gondolat így ebben a hatalmas ünneplésben? Van igény a változásra, és hogyha mi becsületes, tisztességes magyar emberek összefogunk, akkor van változás, akkor lesz változás. Ez végtelen megható, és azt mutatja, hogy az embereket nem lehet folyamatosan hazugságokkal megvezetni, mert a saját bőrükön éreznek és megérzik azt, hogyha valaki igaz, akkor és meg tudják különböztetni az igazságot a hazugságot. Köszönjük szépen! Bocsi! Dénes, beszélj ott, légy szíves kicsit! Jó lesz, köszönjük! Thank you.
1-2-n, Felicia, Péter feleség és a gyerekek, gyertek már ide a pultitus mögé. Egy-kettő a próba, lehet hallani? Vásárhely hallja? Vásárhely hallja? Igen! Jó van. Kis türelmet, oké? Okay? Péter feleségét előkerítjük. Itt van? Hol van? Köszönöm, hogy megtaláltad!
Grazie.
Yeah.
életemben nem láttam ennyi felnőtt embert sírni. Én is megkönnyeztem. Hálás köszönettel tartozok minden vásárhelyi polgárnak, függetlenül attól, hogy kire szavazok. A hódmezővásárhely megmutatta, hogy azért a víz az úr! Utasítására. Készítettem három beszédet. Az egyik arra az esetre, hogyha szégyen teljesen elbukok. A második az arra, hogyha egy kicsit elbukok. Ezeket most kidobjuk. Szavazás volt, ma választás volt. Ezen a választáson hódmezővásárhelyi polgároknak igen jelentős része részt vett, több mint 60%-a részt vett. Valamennyi hódmezővásárhelyi polgárnak köszönöm az aktivitását. Köszönöm, hogy elmentek. Kérni mindenkit, hogy nagyon óvatosan kapcsol most akkor, mert nem, sose ér véget a beszéd. Nagyon szépen köszönöm, hogy a hódmezővásárhelyi polgárok elmentek ma, és részt vettek egy olyan társasjátékban, amit úgy hívunk, hogy demokrácia. Nem fontosabb értékeink egyike, és az egész választás pontosan erről szól. Ez a mai választás hódmezővásárhelyen arról szólt, hogy ma még van demokrácia. Ebben az országban van demokrácia, el tudtunk menni, és kifejeztük a véleményünket. Köszönöm, Vásárhely! A második csoport, akit szeretnék ezen belül, a vásárhelyeken belül kiemelni, minden közalkalmazott és magánember, aki részt vett a választások lebonyolításában. Ők ma hajnalban keltek. Én tudom, hogy saját szavazatszámláló bizottsági tagjainkról, de úgy nyilvánvaló, hogy a Fidesz bizottsági tagjai és az önkormányzat által kijelölt tagok is egész napjukat rászánták erre a választásra, erre a demokráciára. Hálásan köszönöm nekik, köszönjük meg nekik, Vásárhelyt! Hálával tartozom azoknak, akik támogatóként aktívan részt vettek ebben az 52 napos kampányban, akiknek egy jelentős része itt van, de nagyon sokan nincsenek itt. Valamennyiknek hálásan köszönöm azt a rengeteg energiát, munkát és reményt, amit én magam is kaptam tőlük, és amit mondhatom, mi kaptunk egymástól. Hálásan köszönöm minden aktivistánknak, minden szavazatszámláló bizottsági tagunknak, a sajtómunkatársainak, a tanácsadóknak, azoknak a magánembereknek, akik bármelyik párthoz tartoztak, vagy bármelyik párt szimpatizánsai közé tartoztak. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg segítséget, és végül nagyon szépen köszönöm az itt mellettem megjelent családtagjaimnak, szüleimnek. Egy szeretett közösség. Köszönöm szépen, Vásárhelyen!
köszönöm továbbá azoknak a nem hódmezővásárhelyi embereknek is, akik rengeteget segítettek. Mindenféle feltételezések kaptak lábra, hogy kitámogatta a kampányomat. Azt az egyet volt legnehezebb elhinni, hogy őszinte, tisztességes, becsületes magyar emberek hódmezővásárhelyen és az egész országban, sőt az ország határain túl is rengeteg olyan embert ismerünk, aki támogatását adta, anyagi támogatását, bátorítását, tanácsait, pedig nem is hódmezővásárhelyi, mert úgy érezték, hogy hódmezővásárhely ma az ország ügye. Ma hódmezővásárhelyért dobogott az ország szíve. Helyeknek az áldozatát, akik csak erre a választásra utaztak haza, az ország bármely pontjából és a világ bármely pontjáról. Itt most szembenézek valakivel, aki Svájcban csak ezért a választásért utazott haza. A értékeink egyike, hanem a legfontosabb, ne hagyjuk elveszni. Gyakoroljuk a demokráciát. Köszönöm Vásárhely, köszönöm Magyarország, hogy mindenki hozzájárult ahhoz, hogy mi itt Hódmezővásárhelyen gyakorolhattuk sikerrel, gyakorolhattuk a demokráciát. És még egy utolsó, ugye most is tudom, hogy sok ezeren vannak velünk élőben a Facebookon, amiért mi tudtuk gyakorolni ezt a demokráciát. Annak ellenére, hogy a sajtó részéről, borzasztó ellenszél, vagy nyilván a független sajtó, nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, tudjuk sajnos azt is, hogy egyre inkább hazugsággyárakká alakultak bizonyos sajtóorgánumok. Az, hogy vannak olyan vásárhelyiek, és vannak olyan magyarok az országban bárhol, akikhez csak ezek jutnak el, hogy ők mégis hozzájuthatnak igen nagy számban az igazsághoz, az annak köszönhető, hogy van internet. A Facebook volt a legfontosabb csatornám, innen is köszönöm azoknak, akik most élőben néznek, és valamennyi embernek, aki a Facebookon támogatott, követett, megosztotta az információkat. Köszönöm szépen Magyarország! Hódmezővásárhely ma történelmet ír. Nem a választáson való részvétel nagyságával, hanem... Kérem szépen, aki ezt a betyívállást... Aki ezt a betyívállást tette, arra a szomszédai határozottan szóljanak rá, hogy ez itt a szeretet hatalma, és nem a hatalom szeretete. Hódmezővásárhely ma történelmet írt. Történelmet írt azért, mert ahogy én önöknek elmondtam, mintha egy álmot láttam volna annak idején, decemberben, amikor december 12-én éjfélkor elküldtem azt a sorsdöntő SMS üzenetet a helyi Jobbiknak, a vezetőjének, aki sok-sok év óta kapacitált, hogy induljak el független jelöltként, mert csak így vállaltam volna, mindig is, Hódmezővásárhely polgármesteri székéért. Nem hatalomért, szolgálatért. Amen. Tehát akkor december 12-én úgy éreztem, hogy meg kell tennem, lelkiismeretem erre sort volt. Onnantól kezdve úgy éreztem, hogy valaki fogja a kezemet, valaki húz. Valaki, akiben hittem egész életemben, de sose tapasztaltam meg. Azt tudom, milyen erővel megfogja a kezemet, és húz. A Jóisten szeretete és támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. Hálásan köszönöm mindannyiuknak. Mindannyiuknak, akiknek a szívében fölébredt az igazság iránti vágy. Akinek a szívében fölébredt a szeretet, ők megfogták egymás kezét. És ahogy én annak idején, amikor
bejelentkezésemkor ebbe a politikai küzdelembe felidéztem azt, hogy én a legkisebb gyermekemnek, Palikának, úgy magyaráztam el azt, hogy mit vállalok én most. Egy olyan küzdelemben, ahol minden hatalom, sajtó, pénz, megfélemlítés, mind-mind. Egy olyan hatalom oldalán volt, aki ellen roppant kockázatos. Szembe szegülni, szembe menni, szót emelni. Ez sajnálatos módon minden vásárhelyi közvetve vagy közvetlenül már megtapasztalhatta. Tehát amikor én Palikának megmagyaráztam, hogy miről van szó, azt mondtam, hogy lehet, hogy apa egyedül lesz abban az osztályban, ahol van egy nagyfiú, aki folyamatosan elveszi az uzsonnánkat, és aki terrorizálja az osztályt. Mindannyian ebben az osztályban vagyunk. És azt mondtam, hogy lehet, hogy most apát megverik. Lehet, hogy jönnek azok a következmények, amire számítottuk. De az is lehet, hogy a többi kisgyerek az osztályban sorba föláll, odaállnak mellé, támogatni fognak, és együtt el tudjuk zavarni a nagyfiút. Önök, ezek a kisgyerekek ebben az osztályban velem együtt. És mi fölálltunk, és Vásárhely megmutatta, hogy el akarjuk zavarni ezeket az osztályt terrorizáló nagyfiúkat. Köszönöm, végeznek közvéleménykutatásokat. A közvéleménykutatások azt mondják, hogy ez a nagyfiú roppant népszerű. Hogy a kicsik gyengék és szétszöredezettek. Hogy ezek a kicsik nem fognak össze. Ezek a kicsik nem állnak ki egymásért. Ezek a kicsik megosztottak, gyengék, erőtlenek. Hódmezővásárhely ma megmutatta, hogy ezeket az, ezt a közvéleménykutatást ki lehet dobni a kukába. Ma új időszámítás indul. Engedjék meg nekem, hogy én az egyik kisgyerekként kimerjem ezt jelenteni. És ne hangozzék ez végtelenül önelégülten. Az a megható támogatás, amit önöktől tapasztaltam, rendszerváltás hangulat. Ezt tegnap Molnár Róbert barátom mondta a beszédében a kampányzárónkon. Hogy igenis, 1989-es hangulat van Hódmezővásárhelyen, és az önök üzeneteiből és tanúság tételéből kimerem jelenteni, hogy rendszerváltó hangulat van az országban. Hódmezővásárhely ma példát mutatott abból, hogy az én családom, az én barátaim, fideszes és ellenzéki, katolikus, református, ateista és bármilyen valláshoz tartozó, bármilyen pártállású barátaim, ismerőseim és ismeretlen ismerősök, vásárhelyiek és igaz magyar ember. Ma összefogtak és megmutatták azt, hogy ebben a városban és ebben az országban van igény szabadságra, demokráciára, jogállamra, piacgazdaságra és európai elkötelezettségre. Mi hiszünk ezekben az értékekben, összefogunk ezeknek az értékeknek a védelmében, és mi többen vagyunk. Mi vagyunk többen. Reményt adott, hitet abban, hogy ez sikerülhet, akkor még a legszűkebb baráti köröm is azt mondta, hogy hát ők a Fideszre szavaznak. Fideszre szavaznak, mert félnek, és végigmentünk azon, hogy mitől félnek. Ismerjük, mert a kormánypárti propaganda ezeket a hazugságokat
ezeket nagyon régóta szajkózzuk. Olyan hazugságokat mondanak, hogy ha nem a Fidesz nyer, akkor itt káosz jön, akkor az ellenzék, a szétaprózott ellenzék, akinek lehet, hogy szerintük esélye sincs arra, hogy valaha kormányra jussanak, átveszi a hatalmat, kire vagy az országot, jön a korrupció, jönnek a migránsok, ezzel riogatták önöket. Teljesen alaptalanul riogatták önöket ezzel. Nem. Ők ugyanis nem ettől félnek. Ezek az emberek nem ettől félnek, hanem attól félnek, hogy megszűnik a lopás. Hogy megszűnik a korrupció, hogy megszűnik a megfélemlítés, és megszűnik a hazudozás ebben az országban. Ma a Hódmezővásárhely megmutatta, hogy óriási igény van arra, hogy megszűnjön a korrupció, a hazudozás és a megfélemlítés az országban. Köszönöm, Vásárhely! Köszönöm szépen! Együtt kell dolgozni azokkal az emberekkel, akiket ez a hatalom, sok esetben damilon, fog, rángat, mozgat. El kell várni a damiljaikat. Meg kell őket szabadítani a megfélemlítéstől. Azok az emberek, akik ma a Fidesz nevében részt vesznek ebben az egyre kevésbé elviselhető, és ma megtudott, rengeteg jó ember van köztük, akik vagy anyagi érdekből, vagy megfélemlítésből, de kiszolgálói ennek a hatalomnak. Mi szeretetben békejobbot nyújtunk minden Vásárhelyinek, és szeretetben békejobbot nyújtunk minden magyar embernek. Mi nem szeretnénk migránsokat beengedni, ami azt illeti annyit sem, mint amennyit Orbán, Rogán beengedtek. Mi nem szeretnénk korrupciót. Nem csak szocialista kormány a korrupció ellen tiltakozunk, hanem a Fidesz kormány korrupció ellen is tiltakozunk. Legyen végre rendszerváltás, senki ne lopjon! Városban szeretnénk élni, amely egy olyan tisztességes és becsületes országban van, ahol minden bűnnek van következménye, ahol jogállamban, ahol nem lehet kilopni az önök szemét, ahol nem lehet megalázni a közmunkásokat, ahol nem lehet a közmunkásokat tolvajnak nevezni, miközben kastélyok nőnek ki a földből, ahol nem lehet bármely politikai erőt korruptnak nevezni és vele riogatni, miközben folyamatosan kerül magánkézbe az ország vagyona, erdei, földjei, erőművei, gázvezetékei, kastélyai. Nem ilyen országot akartunk, amikor 1990-ben boldogan rendszert váltottunk. Itt igény van egy új rendszerváltásra. Igény van arra, hogy tárjuk fel az ügynökaktákat. Nem azért, hogy bárki bosszút álljunk, szó sincs oda. Azért, hogy ne lehessen zsarolni embereket vele. Legyen igazság. Legyen szabadság, legyen demokrácia, legyen piacgazdaság. Ahol a nem csak Hódmezővásárhelyen, de most már tudjuk, hogy Hódmezővásárhelyen is hány olyan közbeszerzés van, ahol azért zárnak ki embereket, mert túl alacsony ajánlatot adnak. Mi egy olyan országban akarunk élni,
egy olyan városban akarunk élni, ahol ez nem fog előfordulni többet, és én ezen fogok munkálkodni holnaptól az önök érdekében. Mellettem vagyunk! A vásárhely azt mutatta meg, hogy mindenre igény van. Hatalmas igény van. És Vásárhely reményt adott, nem csak a vásárhelyieknek, hanem reményt adott az egész országnak. Nagyon köszönöm önöknek azt a reményt, amit együtt tudtunk adni az országnak. Reményt arra, hogy a hazugságokkal ellentétben a Fidesz legyőzhető. A Fidesz legyőzhető, mert a legnagyobb ellenségünk nem a Fidesz. Ha legyőzzük a közönyt, a fásultságot, a beletörődést, együtt, összefogva, egymás kezét fogva, a Fidesz is legyőzhető. Nem a fideszesek. A Fidesz. Nem azok az emberek, akik támogatták ezt a hatalmat. Pontosan tudjuk, hogy miért támogatták. Félelemből, megtévesztettségből támogatták. Velük is össze kell fogni, és együtt kell legyőzni a gonoszt. Együtt kell legyőzni a bűnt. Együtt kell legyőzni a korrupciót és a megfélemlítést. Mindannyian, magyarok, együtt vagyunk. Összefogunk. Van remény. Van remény. A Hódmezővásárhelyen egy nem politikusnak 52 nap alatt egy olyan városban, amelyet az ország legfideszesebb, legjobboldali városának tartanak. Maradjunk a fideszesnél. Jobboldaliként azt mondom, szoktam kikérni magamnak, ugye, hogy egy olyan Fidesz képviselek, amelyik nem lop. Egy olyan Fidesz, amelyik nem enged be migránsokat pénzért, nem utaztat be migránsokat pénzért. Egy olyan kiebrándult fideszes, akire nincs kastélya. Tehát mi, Hódmezővásárhelyen, egy olyan városban, ahol a Fidesz saját bevallása szerint 70%-os támogatottságot élvez. Bebizonyítottuk, hogy legfeljebb, ha 40-et, 52 nap alatt egy nem politikus, egy amatőr csapattal, egy lelkes, teljesen felkészületlen csapattal 60%-os eredményt ért el. Ha mi Hódmezővásárhelyen ilyen háttérrel ezt meg tudtuk tenni, akkor az ország valamennyi városában, minden egyes városában, Záhonytól Hegyeshalomig, le lehet győzni a korrupciót, le lehet győzni a Fideszt. Vagy inkább úgy mondanám, folytatom a munkát. Ez a munkához. Egyrészt lesz egy április 8, igen. Hódmezővásárhelyen ma volt április 8. Lesz még egy április 8 Hódmezővásárhelyen is. De nekünk el kell kezdeni dolgozni. Nagyon köszönöm azt a hatalmas erkölcsi, lelki támogatást. Anyagi, fizikai és minden egyéb támogatást. Nagyon köszönöm Vásárhelynek, az egész országnak azt a hatalmas támogatást, amit kaptam. És arra kérem önöket, hogy ezt ne hagyják abba. Mi maradjunk együtt, mi megfogtuk egymás kezét. Ne engedjük el. Maradjunk meg szeretetben, maradjunk meg együttműködésben, békességben. Ne hagyjuk, hogy ezt az egységet felbomlasszák, mint ahogy az elmúlt 52 napban rengeteg kísérletet tapasztaltam meg személy szerint is arra, hogy ezt a kialakult egységet, ami jobb és baloldal, vallásos és nem vallásos emberek között kialakult, ezt felbomlasszák, ezt megbontsák, mert együtt erősek vagyunk. Ha megosztanak bennünket, akkor legyőzhetőek vagyunk. Fogjunk össze! Együtt, akármilyen fideszes közgyűlésünk van. Együtt,
ezt a várost fölvilágoztathatjuk, élhetővé tehetjük. De ez csak az önök támogatásával fog menni, holnaptól, akár meddig. Másfél évig, én azt remélem rövidebb ideig, én azt remélem, hogy az a támogatás, amit ma önök mutattak, az fölnyitja a szemét annak a 10 fideszes képviselőnek, akivel nekem majd együtt kell most működnöm. És mellénk állnak, mert önök mellé állnak. Mellettem! Hajrá! Abban is bízom, hogy az a 40 plusz százaléka a vásárhelyeknek, akik most a Fidesz jelöltjére szavaznak, akivel én nagy örömmel fogok együttműködni, és akivel én ma reggel kezet fogtam, és kifejeztem reményemet, hogy mi együtt tudunk működni a város érdekében, és az ő szemében és a szavaiban azt láttam, hogy ez így lesz. Tehát mi békésen együtt mindannyian meg fogjuk győzni még azt a sok vásárhelyit, aki most félelemből a Fideszre szavazott. Szeretném őket megnyugtatni, hogy a következő időben azon leszek, hogy mindannyian megnyugodjanak nem csak attól, hogy itt nem lesz erőszak, hanem megnyugodjanak azért, hogy együtt, ha összefogunk, meg tudjuk menteni a Kossuth teret, együtt meg tudjuk szüntetni az építményadót, együtt ki fogunk állni az elesettekért, a rászorulókért. Egymás hóna alá gyúlunk, nem csak a kezdik lobby. Szeretett békesség! Hajrá, vásárhely! Ahogy a sajtó sokszor fogalmazott jelöltségem kapcsán, hogy
a Fidesz rémáma indul Hódmezővásárhelyen. Ők arra gondoltak, hogy egy katolikus, hétgyermekes, kiábrándult fideszes, jobboldali, konzervatív családapa. Hát a Fidesz rémáma az nem ez. A Fidesz rémáma az, hogyha ez a hétgyermekes családapához csatlakozik egy szocialista, egy jobbikos és egy baloldali ateista, Thank you.